köszöntelek titeket egy újabb videóban, itt vagyunk Budafok Kocsiszínnél, és a mai videóban Dél-Budával fogunk foglalkozni, illetve az agglomerációval, hiszen kettő érdekes témát is hoztam nektek. Na, az egyik a 40-es, illetve a 30-as vasútvonallal fog foglalkozni, hiszen olvastam nemrégiben egy cikket, hogy ezeket össze fogják kötni Érden, és például a 40-es vasútvonalról simán át tudnak menni majd a vonatok a 30-as vasútvonalra, és ez azért is érdekes, hiszen akkor így növelni tudják majd a kapacitást, de erről bővebben majd akkor szeretnék beszélni, ha odaérünk. A másik téma pedig, amit láttatok így az intro elején is, az gyakorlatilag a itteni villamos felújítással foglalkozik, hiszen nagyjából egy hónapja vagy már több ideje csinálják itt a felújítást a 47-es villamosvonalon. Nem tudom, miért akartam vasútvonalat mondani. És a lényeg az, hogy a 41-es villamos is idáig közlekedik Budafok Kocsiszínig, ami az érdekes, hogy bemegy ide a Budafok Kocsiszín területére és úgy fordul meg, illetve ugye a 47-es villamosok nem járnak, helyettük a 48-as megy Savoya Parkig, és ugye nem csak a 41-es villamos pótló van Kamaraerdő felé, hanem a 47-es villamos pótlást úgy oldották meg, hogy gyakorlatilag a 33-as buszt errefele terelik, és a 33-as busszal lehet tovább utazni, ami sokkal jobb, mint hogyha villamospótlót tettek volna ide, hiszen alapból ott, ahol a 33-as eddig közlekedett, nincsen akkora nagy forgalom, és így legalább tovább lehet utazni Nagy-Tétény irányába, átszállás nélkül. Tehát anélkül, hogy most átszállítanának titeket pótlóbuszra, és akkor onnan még szálljatok át mondjuk a Savoyai Jenő térnél, így szerintem sokkal jobb, úgyhogy gratulálok a BKK-nak. Na mindegy, mindjárt foglalkozunk a villamossal, viszont előbb nézzünk körbe Albertfa vasútállomáson. Ugyanis nagyon régen, még talán a járvány idején jártam errefelé, hogy megnézem ezt a vasútállomást is, hiszen itt soha nem szálltam fel, meg soha nem szálltam le. Szerintem nem is érdemes, hiszen itt maximum az itt lakóknak jó ez. Azoknak, akik utaznak Érd vagy Balaton irányába, azok nyilván nem fognak itt leszállni a villamosról és sétálni, akkor Budafoknál sokkal kényelmesebb, illetve Kelenföldön sokkal jobb átszállási lehetőség van. Hát ugye néztük, hogy egy nagyon egyszerű kis állomásról van szó, vagy megállóhelyről, inkább megállóhelynek titulálnám, hiszen állomásépület nem található itt, illetve ugye itt csak a 30-as vasútvonalon közlekedő járatok állnak meg, a 40-es az nem, és ugyanilyen háros is, ott pedig csak a 40-es vasútvonalon közlekedő járatok állnak meg, a 30-as balatoni vonatok nem állnak meg. Hát ugye egy egyszerű megállóhely, igazából SK plusz 55 cm magas peronokkal, de nem ezért jöttem ide, hogy egy kihalt megállót mutassak, mert körülbelül rajtam kívül most egy utast láttam, aki talán várakozik valamire, hanem az arról beszéljek, hiszen ma mondom, erről a két vasútvonalon fogunk foglalkozni, hogy ugye már mióta meghirdették, hogy tervezik, hogy a 40-es vasútvonal is megálljon. Ugye itt a 40-es vasútvonal itt a Zöldmező után, itt pedig a 30-as. Úgyhogy ide is akarnak majd kialakítani peronokat, ami szerintem egy sokkal jobb lehetőség lenne akár egy átszállásra. De mondom, a legjobb megoldás majd az lesz, amit meg fog nektek Érden mutatni, úgyhogy le fogunk menni egészen Érdre, és megmutatom, hogy milyen munkálatok zajlanak már, ha közel tudok kerülni. Illetve ugye arról is volt szó, hogy ezt a megállót lejjebb helyeznék, hogy a felüljáróra fel lehessen menni. Bár én tök feleslegesnek tartom, hiszen szerintem a jelenlegi helyén sokkal jobb, hiszen ugye itt van a villamoskocsiszín, itt nézzétek meg, mennyi panelház van itt. Most az, hogy oda tegyük a felüljáróhoz, ahol maximum autók mennek át, szerintem nem olyan értelmes dolog. És jön közben valami, ott jön egy puszta szabolcsi, a háttérben egy flört, illetve itt jön egy ÖBB-s teknő. Szerintem teherszállítás. Aha. Teherszállítás. De biztos nem a battai finomítóba megy, mert akkor a másik vasútvonalon jönne. Sőt, ezek nem is tartálykocsik. Csak messziről tűnt annak. Valami más szállítanak. De mindegy, menjünk. Nem is olyan hosszú egyébként.
Menjünk lefelé, mert ott megy egyébként a Battai. Hát, ha Becski vezette. Pont nem láttuk, nem? Nem, egyébként nem tudom. Ki volt a vezér, nem is érdekes. De mindegy, menjünk lefelé akkor Budafok irányába, és akkor nézzük meg ezt a villamos felújítást, aztán irányért. Közben át is értünk ide Budafokra, és elkezdett szakadni az eső, úgyhogy hát így nem túl kellemes. A lényeg az, hogy nézzétek meg, hogy a régi megállók vannak. Én azt hittem, hogy azért csinálják ezt a felújítást, sőt már ilyen hosszú ideje, mert arról volt szó, hogy az 56-os villamosvonalra is érkeznek majd kaffok, és ugye akadálymentesítik itt a peronokat. Ugye megcsinálják a SK plusz 26 cm magas peront, illetve ugye megcsinálják itt az íveket, hogy simán be tudjon kanyarodni a kombinó, vagy kombinó kaff, de sajnos nem, hanem azért csinálják, és közben összecsuklott az esernyőm. Szóval azért csinálják ezt a felújítást, mert ugye amikor csináltam az utasszedővel sorozatot is, emlékeztek rá, percekig tartott, mire fölvettem azt, hogy áthalad a híden az ICSE villamos, hiszen akkora nagy sebességkorlátozás volt. Ugye ez egy pozitív dolog, hogy ezt megcsinálják, de akkor legalább a peronokat is megcsinálták volna, de hát lehet, hogy erre nem terjedt ki így a költségvetés. Ki tudja, megnézzük még a Savoyai Jenő teret, aztán megyünk, vasutazunk egyet. Közben meg is érkeztünk Érdre, ahol körülbelül 2 évvel ezelőtt voltunk szintén, és akkor ugye azt mutattam meg nektek, hogy ez a kis település 4 vasútállomással is rendelkezik, ugye Érddel, Érd alsóval, illetve felsővel, illetve Érdligettel, úgyhogy eléggé zsúfolt itt a vasúti közlekedés. Hát nyilván ugye, mivel Pécs irányába is, illetve Balaton irányába is itt haladnak át a vonatok, és ugye, ahogy mondtam nektek, azért jöttem, hogy megmutassam ezt az új összeköttetést, és lehet, hogy én rosszul tudtam, és eddig is megvolt, ugye Érd felső, és gyakorlatilag a 30-as vasútvonal között ez a kapocs, hiszen a G43-asok ugye eljönnek itt Érd felsőn keresztül, ugye a 40-es vasútvonalon, és úgy kapcsolódnak át majd a 30-as vasútvonalba, itt Érd felső után. Szerintem a másikra gondoltak, most próbáltam megkeresni a cikket, de nem találtam, mert ezt viszont a napokba hozták le, úgyhogy hogy zajlik a fejlesztés, úgyhogy biztos nem erre gondoltak, hanem a Érd alsó utáni szakaszra, hogy a 30-as vasútvonalon érkező vonatokat át tudnak majd fordulni a Puszta-Szabolcsi-Pécsi vonalra. Úgyhogy ezt fogjuk megnézni, valahogy megpróbálom térképen megnézni, hogy tudjuk megközelíteni, és akkor lefilmezem nektek. Hosszas gyaloglás után el is érkeztünk ide a Szent István hídhoz, ahol talán meg tudjuk nézni az épülő új vasútvonalat, mert közelébe jutni ennél jobban nem lehet, úgyhogy kíváncsi vagyok rá, hogy mit alkottak. Aha, itt van. Ez tényleg látszik, hogy nemrég újították föl, hiszen még ilyen részszínű kábelek vannak. Hát hülye megnevezés, mert alapból részkábel, de hogy látszik, hogy ilyen narancssárgás színe van, ez a vasúti vonalról van szó, erről cikkeztek szerintem, sőt, tuti 1000%. Onnan is kivehető, hogy gyakorlatilag itt szürkék a vasúti oszlopok, és nem zöldek, úgyhogy teljesen más színük van. Úgyhogy innen jön a 30-as vasútvonalról, gyakorlatilag Budapest felől lecsatlakozik majd, egy egyvágányú szakasz van, és bácsatlakozik majd a 40-es vasútvonalba, ugye Puszta-Szabolcs, illetve Pécs irányába. És az a baj, hogy a másik oldalra nem tudunk átmenni, mert csak itt van gyalogos járda. Pedig onnan is meg tudtam volna mutatni, de itt zoomolva talán láttok valamit, itt kanyarodik le, és ott a távolban van a másik vasúti híd, az a 40-es vasútvonalnak a hídja. Tehát itt csatlakozik át gyakorlatilag a vasútvonalba. Igen, én összetévesztettem, mert azt hittem, hogy a másikról van szó, hiszen ott a 40-es vasútvonal is itt már párhuzamosan halad a 30-assal, és onnan a 40-esről lehet átcsatlakozni ide a 30-asra, úgyhogy két vasúti összeköttetés is van. Ez azért jó, mert ugye nem kell választanatok, hogy Érd felső vagy Érd alsón szálltok föl, hanem gyakorlatilag, ha Érden laktok, akkor ugyanúgy tudtok közlekedni
Szerintem majd köki felé, de a pontos végcélt azt nem tudom. Tényleg ennél jobban az a sajnálatos dolog, hogy nem tudunk jutni, pedig én annyira elterveztem ezt, hogy majd megnézzük közelről, de hát ugye, mivel vasútbiztonsági üzemi terület, illetve nézzétek meg, milyen domboldal van, és hiába nem járott semmi, én ilyeneket nem kockáztatok meg, úgyhogy szerintem innen mindent lehet látni, mint hogyha lent állnánk. Hát gépeket már nem, szerintem már a felújításnak vége, úgyhogy nagyjából ennyi. Igazából sajnálom, hogy többet nem tudtam nektek megmutatni, a hírértéke nagyobb volt, mint maga a mutatvány, amit lehet erről videózni, de remélem így is tetszett nektek ez a kis videó, és remélem, hogy nagyon-nagyon jó fejlesztés lesz, legalábbis a környékben élőknek, hiszen több más pontról is elérhető, akár Pécs is, tehát akár onnan is, ahol eddig ugye nem állt meg a 40-es vasútvonalon semmi, úgyhogy bízakodunk benne, hogy lesz is értelme ennek a fejlesztésnek. Igazi nagy vasúti tartalmak szerintem majd decemberben érkeznek a csatornámra, hiszen ugye bejelentették ezt ami minden évben van, ezt a menetrendváltást, éves menetrendváltást, és lesznek érdekességek. Például a 77-es vasútvonal is újra éled, amit ugye emlékeztek, még talán ebben a hónapban, vagy múlt hónapban jártunk be, és megmutattam nektek a elhagyatott Vácharttyán állomást, ami Kisnémedinek hívnak, és ott is újra fog éledni a vasútvonal. Tehát igaza volt a fickónak, amikor beszélgettem vele, előre már tudta ezt, gondolom a MÁV oldalán már előre meg volt írva, illetve hát ugye foglalkozni szeretnék majd a Mátra interrégióval, illetve az esztergomi vasútvonallal. Az esztergomi vasútvonal az közel áll a lakóhelyemhez, és az egyik kedvencem, úgyhogy szeretnék majd arról is videót készíteni, de szeretnék majd utazgatni is, úgyhogy elképzelhető, hogy a elkövetkezendő napokban ilyen tartalmat is láttok majd a csatornámon. Én szerintem elindulok haza, ezért kár volt egyébként pénzt kiadni, hogy megnézzünk egy üres vasúti vágányt, de remélem tudtam nektek érdekeset is mutatni. Köszönöm szépen, hogy velem voltatok, sziasztok! Érd felső következik.